Sziasztok! Hát ez is felmondta a szolgálatot. Ugye a másiknak az a kuplungos baja van, amit mutattam is, még nem vettem hozzá. Ez ami szétesett, ezt venni kell. Ez pedig nem akar beindulni. Hát valószínűleg karburátor dugulása van. Leszedtem már a karburátort. Most fogom szétszedni, aztán kitisztítom, és akkor mehet vissza, és működnie kell neki. Biztos vagyok benne, hogy csak az a baja. Egyébként úgymond ideje is van már, mert ezt a gépet is 10 pár éve nyúzom, aztán semmi baja nem volt eddig. Vagyis azt hiszem, hogy is ez az újabb, igen. A másik a régebbi, ja, azt régebb óta nyúzom, ez kevesebb ideje. De hát igazából ez nagyon sokat állt, mert ugye amaz volt használva, és akkor ez most, hogy amaz elromlott, ez most lett elővéve, és hát valószínűleg a sok állástól eldugult. Na, úgyhogy most ki lesz tisztítva, meg itt meg lesz tisztítva, aztán ennyi, mehet tovább. Egyébként szűrő van benne, tehát eldugulni szemét nem is tud nagyon belemenni, hanem max bekocsonyásodik az üzemanyag. Szép tisztának néz ki, de majd kiderül. Szét van szedve darabokra, hát hogy őszinte legyek, sok mit nem látok, itt látok egy kis retket, mondjuk ez lehet, hogy elég ahhoz. Na de majd kiderül, mindjárt átmoshatom, aztán rakom össze, így igazából ennyi az egész, féktisztítóval, kompresszorral. Na hát átmentem minden kis járaton, mindenhol lélegzik, ettől többet nem tudok. Összerakom, aztán majd kiderül, hogy működik-e. Hát, össze van rakva. Szép tiszta lett. Működik ez is, minden. Na, erről beszéltem, hogy a szivató része, ugye, a másiknál, na most nem is tudom, hogy ez hogy áll. Szóval, ennek fordítva működik, és nem is tudsz mit csinálni vele, mert hát ezt így csinálták meg, próbáltam. Úgyhogy ezt a kart, ezt megváltoztatom, de nem tudom, mert ugye formára van gyártva. Úgyhogy ez ilyen, de most megnézem, hogy is áll. Most rárakom így szivatóra, aztán majd itt fordítva nyomták rá, vagy én nem is tudom. Na, majd mindjárt kiderül, szóval most szivatón hagyom. Megtisztítottam szerencsétlent, hát szép tiszta lett, meg annyit értem el vele, hogy elfogyott a féktisztítom, úgyhogy mehet fel rá a karburátor. Na ez így van, hogy így van ugye zárva, és így megy rá ez a burkolat, de viszont ott van, hogy off. Tehát szivató nincs rajta, de rajta van. Szóval ezt rosszul nyomatták rá. Hogyha én ezt most megfordítom a házat, akkor nem jó, mert emide belülre kerül a szivató, meg fordítva lesz minden. De nem is passzol, úgyhogy ez is belül lenne, szóval sehogy nem passzol az egész, úgyhogy ezt rosszul nyomták rá. Na mindegy. Jelentősége nincs, mert akkor kikapcsolt szivatónál van, igazából rárakva, szóval így ennyi. Elfelejtettem megmutatni a dugattyúját, amikor lent volt a karburátor, mert be lehet ugye itt látni a szívótoroknál. Most már mindegy, de gyönyörű, szép, fémtiszta színe van, úgyhogy tök jól néz ki.
Én láttam. Hát az a szűrő, ez elég egy gagyi hulladék. És akkor így jön még rá ez. Ide beleakad egy ilyen kis pöcökbe, meg alul egy másik pöcökbe, és akkor igazából ennyi az egész, és még ugye jön rá ez, aztán ennyi. És akkor így van ugye szivaton, felfelé van szivaton, hát azt jelzi, hogy off, tehát ki van. Így lenne be, de ez hülyeség. A másiknál azt írja, hogy mindjárt meg is mutatom. Ennél azt írja, hogy cold, start, hidegindítás, és warm start, az meg lenne a meleg. Tehát ennek a szivatója hogy is van, szivatója, ennek is felfelé van, de viszont ezt jól jelzi, hogy hidegindítás. Úgyhogy ez oké is. Hát ennek se állt egy takarítás, de hát ezt úgy is csinálom, szóval ez kap egy nagy takarítást. Karburátorral avval nem volt gond, gyönyörűen indult. Hát ez szinte ugyanaz a két gép, csak más a matrica. Ennek még ugye lesz egy tankcsere, meg kuplungcsere, meg az a kuplung harangcsere, aztán így ennyi. Ennyi év után ez nagyon jó, hogy csak ennyi baja van. Úgyhogy nagyon, nagyon jó gépek, én nagyon szeretem őket. Tényleg. Úgyhogy ez még szerelésre vár. Na, ez meg összerakva. Mivel este van, így már nem kínlódok vele. Majd nappal ugye felpumpálom szivató, aztán megpróbáljuk beindítani. És ha bemelegedett, akkor pedig kap egy beállítást a karburátor, aztán jó kell, hogy legyen. Na, hát akkor nézzük, hogy is fog indulni. Szivatón van, pumpálok 10-et. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, fel is vette az üzemanyagot. Akkor ráadom a gyújtást, és akkor megpróbálom így beindítani. Na látjátok, ez a gépezet. Egy rántásra indul. Csak ugye be kell állítani. Valószínűleg tekerni kell rajta, vagy levenni a szivatót. Na, majd mindjárt tekerek. Na, most van az, hogy eddig imádtam, dicsértem a kínaiakat, mert tényleg tizen pár évig nyúztam őket, de most van az, hogy kezdem utálni. Szikra van, benzint pollasztja a hengerbe, a gyertya benzines,
és egyszerűen nem akar beindulni, még csak berüffenni se, semmit nem akar csinálni. Úgyhogy próbáltam másik gyertyával, azzal se. Úgyhogy nem tudom, mi a bánat baja van, de most ugye leszettem a karburátort, és most be lehet szépen látni. Hát ott van egyébként, tele van benzinnel, sőt, lehet, hogy az a baj, hogy már nagyon sok benzin van benne. Nagyon szép egyébként a dugattyú, minden. Tényleg lehet, most így igazán lehet látni. Jó, hát ez a gép, ez nem is sokat ment. Szóval... ezzel még nincs is probléma. Csak hogy miért nem indul, valamiért okádja bele a benzint, valószínűleg bezabál, vagy nem tudom, de még csak be se röffen, szóval valami van vele, úgyhogy megint szétszedem a karburátort. Ott van tiszta benzines. Megint szétszedtem, megnéztem a tűzszelepet, mozog, akkor megnéztem a membránt, nem a lyukas, nem lyukas. Igazából nem tudod úgy összerakni ezt a karburátort, hogy például fordítva, vagy nem jól rakod össze, vagy ilyesmi, mert mindennek megvan a helye, szóval tűzszelep mozog. Jó, lehet, hogy átenged, fene tudja, azt nem néztem. De igazából ennek is megvan a helye, szóval nem tudod fordítva rakni. Ott van az a kis lyuk, az oda passzol, ott van a másik, oda passzol. Ha fordítva rakod, akkor már nem passzol. Szóval mindennek megvan a helye. Úgyhogy rosszul összerakni nem tudod. Ez a része is, itt van minden. Ezt se tudod összerakni rosszul. Ott látszik ezek a csíkok, ami ezt rányomatozta. És akkor... ott van ez is. Oda passzol minden formára, rosszul nem tudod összerakni. És akkor rámegy ez a másik, mindjárt megtisztítom. Úgyhogy minden passzol, rosszul összerakni nem tudod. Pumpát is csak egyféleképpen tudod rátenni. Úgyhogy hát mindegy, összerakom aztán. Nem tudom. Azt is megnéztem, hogy a tű fent benne van-e, de benne van. Akkor... itt... nyomni nyom. Akkor... szívni szív, van vákum. Lehet érezni az ujjamon, meg hallani is. Szóval tartja a nyomást. Úgyhogy nem tudom. Hát mindegy, visszarakom, aztán majd kiderül. És még a csöveket se tudod rosszul rakni, mert egyik vékonyabb, a másik vastagabb. Meg hát látszik, hogy melyik volt rajta. Szóval így. És akkor nézzük. És már fel is szívta az üzemanyagot. Ennyi. Úgyhogy megnézzük, indul-e. Na, végre működik. Megcsináltam. Hát be is volt zabálva, nagyon is, meg
a másik, másik gépnek a gyertyáját raktam bele. A sajátjával csak beröffent, leállt, beröffent, leállt. És akkor a másikat beleraktam. Beindult, de nagyon nehezen akart, már ugye le volt zabálva. Aztán kitisztult, és akkor szépen járt. Bemelegítettem, és beállítottam, úgyhogy most már tökéletes. Hát valószínűleg veszek majd bele gyertyát, mert ugye a másik gépet is rakom össze. Hát a másik gépről még nincs kint a videó, úgyhogy ez előbb lesz kint. Úgyhogy az a kuplungos videó az később, mert még nincsen kuplung harang része, nem vettem még. Na mindegy, indítsuk be. Na, megint kezdi. Na hát, működik a gépezet. Olyan baja van, gondoltam, hogy ez lesz a baja a másik gyertyával. Olyan baja van, hogy valószínűleg nem megfelelő hőértékű a gyertya, és hogyha nagyon meleg a motor, akkor utána már nem indul be. Na most, hogyha lehűl a motor, mondjuk egy kicsit hűl már a motor, kipróbáltam, akkor egy rántásra indul. Úgyhogy kell bele megfelelő gyertya, és utána mehet, mert tökéletes lett a gép. Mindjárt be is indítom. Egy rántás. Pedig már igazából, hát, még langyos. Azért pörög ennyire, mert nincsen damil benne. Ugye a damil van, akkor kicsit visszafogja. Úgyhogy jó, most mindjárt megnézzük. Még egyszer. Igen, ilyenkor, amikor mászik, akkor már nem indul. Kicsit visszahűl, akkor viszont jó. Mindjárt várok vele valamennyit, de mindjárt esik az eső. Na mindegy, nem várogatok, mert elkap az eső. Szóval a gyertyacsere aztán mehet. Úgyhogy ennyi lett volna a videó erről a gépről. És azt hittem, hogy csak a matrica más, de ezek szerint nem. Ez a Strauss, ez már nincs olyan jó, mint például az a Craftek, a másik gép. Hát ez a gép, ez 2018-as modell, és ugye ez volt az a sövényvágós, amit sövényvágásra vettem, és akkor nem volt elő szöghajtás, meg fej, meg semmi, csak a sövényvágó adapter.
Hát szinte csak egy órát, ha ment. És akkor ez nagyon sokat állt, ugye? Aztán ezt most használom fűnyírásra is, tartaléknak. És hát ugye karburátor dúlás is volt ezek szerint, meg gyertya is, de viszont ez a Strauss, ez már nincs olyan jó, mint a másik. Hát amaszt azt 15 éve nyúzom kb. Annak még nem kellett szétszedni a karburátorát, semmit. Most van ez a kuplunk baj, de az mindig indul tényleg, szinte egy-két rántásra. Szóval ugyanúgy néz ki a két gép, de mégsem. Valahogy az minőségibb gyártás, mint ez. Úgyhogy nem csak a matrica az, ami más rajta, hanem valószínűleg az alkatrész minőség is, vagy nem tudom, de ezt annyira nem ajánlom. De ennek szebb még a hangja, persze, meg minden, mert ugye újabb, de az valahogy jobb, vagy lehet, hogy jobb karburátor van rajta, nem tudom. Mindjárt megnézzük az hanyas modell. Igen, ez az a Craftek. De egyébként ez kisebb köpcent is szerintem. A kipufogón látszik, hogy ennek milyen vékony kis kipufogója van. Ez 5,5 ló, legalábbis azt írja, 65 köpcent is. Másik. Ennek jóval nagyobb a kipufogója is. Ezt lehet látni. De egyébként a hangja is másabb. Ez azt írja, hogy 5,2. Na hát akkor ez meg érdekes, mert amaz nagyobb, ennek nagyobb a kipufogója. Na mindegy, az a matrica az egyébként hülyeség. Hát ezen nincs is rajta, hogy mikori évjárat. Úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Na mindegy. Következő videó erről lesz. Úgyhogy sziasztok!